a széken szigorú szabályok mentén tartották meg az idei évnyitót az intézmény udvarán. Itt a beszédeken, a himnusz és szózat meghallgatásán túl az iskola vezetősége ismertette a fő változásokat is. Az osztályok, ha lehet, ne keveredjenek egymással. Szünetekben, ameddig jó idő van, mindenkinek kötelező, és még egyszer mondom, kötelező kijönni az udvarra, hogy az osztályokat fertőtleníteni és szellőztetni lehessen. Az intézményben úgy döntöttek, hogy két bejáratot nyitnak meg a diákoknak. A kapuknál készfertőtlenítő várja a tanulókat, és a korábbiaktól eltérően nem lehet napközben elhagyni az iskolát. A közösségi terekben, folyosókon kötelező lesz a maszk használat. A büfében, étkezésnél ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a boltokban. Kimenni az iskolából napközben, kimenni, bemenni nem lehet, csak tanári felügyelettel. Tehát azért szigorodnak a feltételek. Nyilván egy középiskolásnak lehet, hogy ez egy picit nehéz lesz az elején, de meg kell szokni. Megváltoznak a tantermi körülmények is, hiszen az udvarra ahhoz, hogy fertőtleníteni és megfelelő módon szellőztetni tudjunk a gyerekeknek, ki kell jönni. Napközben, órák alatt is a közösségi tereket folyamatosan fertőtleníteni fogjuk, tehát megvan a feladat. Ahhoz természetesen, hogy eredménnyel tudjuk fölvenni ezt a reménytelen küzdelmet, mert ugye nem tudhatjuk persze, hogy ki és honnan esetleg onnan hozhatja, hiszen hordozhatják a gyerekek is a koronavírust. A diákok azt mondták, tudomásul vették az új szabályokat, de egyes regulákat még meg kell szokniuk. Nem szabad kimenni a suliból, hogyha mondjuk már bejöttünk. Mondjuk számomra ez engem annyira nem érint, mert én nem járok ki, de mondjuk többségnek, az osztálynak elég rossz érzés, hogy nem mehetnek mondjuk haza, mert páran itt laknak mellette a suli mellett. A diákok többsége örült annak, hogy hagyományos módon indult el az oktatás, és többen nem szeretnék, ha áttérnének a digitális oktatásra. Már nagyon vártam, mert nem szerettem volna, ha a végzős évünknek ez az egész vírusos dolog berak, úgyhogy én már örülök neki, hogy itt vagyunk. Találkoztatok ez idő alatt a többiekkel? Pár osztálytársammal igen, találkoztam, tartottuk a kapcsolatot, személyesen is, meg messengeren is, úgyhogy igen. És a tanulást vártad-e? Őszintén szóval én szeretek tanulni, úgyhogy vártam az egészet. Nagyon félek attól, hogy így nagyon nehézkes lesz leérettségizni, mert azért nálunk még mindig ugyanúgy itt van az 5 tantárgy, az előrehozott érettségék is, a nyelvvizsga, úgyhogy eléggé félek tőle, hogy mi lesz, hogyha visszatér az online oktatás. A Bátaszéki Gimnázium igazgatója közlése szerint a járványügyi intézkedések mellett is magas színvonalú oktatást szeretnének biztosítani a diákoknak, és a digitális oktatás bevezetését sem fogadják majd felkészületlenül. Előző évnek a tapasztalatait értékeltük a tanévzáró értekezleten, és abban maradtunk, hogy két szempont. Tehát az egyik az volt, hogy nagyon fontos, amit itt az évnyitó beszédben is kiemeltem, hogy itt most nincs elfecsérlendő idő, egyetlen óra, perc sem, tehát nagyon keményen kell a tananyaggal elindulni, mert nem lehet tudni, mikor kell áttérni az online-ra. A másik az pedig az volt a másik tapasztalatunk, hogy nem szabad nagyon sok elektronikus platformot alkalmazni, tehát a hivatalos Kréta felület mellett mi most föltelepítettünk az összes tanári laptopunkra egy olyan szoftvert, amelyet a gyerekeknek is meg fogunk az első héten tanítani, és ezzel a két elektronikus platformmal fogunk elindulni. Tehát az egyik arra lesz jó, hogy a házi feladatot rögzítsük, kiadjuk, visszatudjanak a gyerekek küldeni, üzenni. A másik pedig a vizuális kommunikációnak a csatornája lesz. Tehát, hogyha online órát akarunk mondjuk tartani és bekapcsolni a gyerekeket, akkor ebbe ez a program, ez nagyon jónak ígérkezik. Akkor felkészültek a következő hullámra, mondhatjuk ezt? Hát én azt gondolom, hogy amit lehetett emberileg, azt most megtettük. Egy fertőtlenített környezet várja most itt a gyerekeket. Igyekszünk betartatni minden védő szabályt, és hát meglátjuk, hogy mit fog hozni az élet majd.